Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat, és hát szervusz, Robi, örülök, hogy ismét látlak. Eddig átvettük a traumákat, ami egy nagy témakör volt, és ugye a te másik szakterületed az árnyék munka, illetve az árnyék integráció, ami engem nagyon-nagyon izgat, szerintem egy nagyon érdekes terület, és ennek megfelelően azt gondoltam, hogy a most következő beszélgetés sorozatunknak adjuk azt a mottót, ami ugye Carl Gustav Jungtól, svájci pszichiátertől származik, ami nem más, mint pedig az, hogy mindaddig, amíg a tudattalan tudatossá nem válik, a tudatalatti fogja irányítani az életed, és te sorsnak fogod hívni. Úgyhogy ez a beszélgetés akkor szóljon arról, hogy hogyan vehetjük át az irányítást a sorsunk felett, azáltal, hogy szembenézzünk az árnyék részeinkkel, és a barátainkkal fogadjuk őket. És akkor rögtön induljunk el, ugye úgymond az ősrobbanástól, és definiáljuk az árnyék fogalmát azok számára, akik eddig még nem találkoztak ezzel a jelenséggel. Az árnyék személyiség fogalma, ugye a svájci pszichiáter Jung fejéből pattant ki, és az ő munkásságának ez volt az egyik alappillére. Ő azt mondja, hogy az árnyék minden emberben jelenlévő részszemélyiség, a személyiségünknek egy alsóbb rendű része. A nevéből is fakadóan ez egy olyan személyiségrészünk, amelyre nem vagyunk tudatosak, vagy rejtegetjük önmagunk és mások elől. Hogyan jön létre az árnyék személyiségünk, és mi az evolúciós haszna, illetve célja? Tetszett, amikor azt mondtad, ja, hello, amúgy, szervusz. Yeah. Tetszett, amikor mondtad, hogy egy alsóbb rendűbb, vagy alsó rendűbb a részünk. Nem így kéne, hogy legyen, de így van. Az történik, hogy ahogy éljük az életet, ez már egész kisgyerek korunk óta, vannak olyan körülmények, olyan konfliktusok és olyan események, amikor úgynevezett idézőjelben negatív érzelemmel jár valami. Tehát mikor kétségbe esünk, vagy amikor félelem jön fel, vagy szorongás, vagy amikor szégyen vagy bűntudat van a pillanatban, akkor a mi elménkben nagyon gyorsan, tudod, hogy ez ilyen szuperkomputer, hogy szoktam mondani, bum-bum-bum, nagyon sok filmkocka pereg le egy másodperc töredéke alatt, és teremtünk olyan aspektusainkat, amit mi abban a pillanatban elutasítunk. Mondok egy példát. Képzeld el, hogy ott egy kisgyerek, aki mondjuk 4 éves vagy 5 éves, már tud beszélni, már van a személyisége már látható, és van egy kérdés anyuhoz. Mondjuk vegyük ebben az esetben egy kislányt. Oda megy anyukához, és azt mondja, hogy anyu, kérdés, kérdés, kérdés. És akkor anyu éppen akkor nincs jó kedvében, és azt mondja, hogy hát nem látod, hogy elfoglalt vagyok. És abban a pillanatban ez a kisgyerek megszeppen, ezt az őszinte gyerekes ártatlanságát, ezt a kíváncsiságát ő a rémület pillanatában megtagadja. Ez persze nagyon láthatatlan és nagyon gyors, a másodperc töredéke alatt lezajlik, és az fog történni, hogy ez a természetes megközelítése, ez megszűnik. És ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, ami szerintem ilyen nagyon sok történt mindnyájunkkal, azt kell megkérdezni, és megválaszolni utána, hogy mi az, amit ez a kislány ebben az esetben keresett. Ezt ugyanúgy én is kerestem annó, gondolom, Szonya, te is, meg a nézők is, hogy egy pár egyszerű dologra vágyunk, mint gyerekek, és utána később, mint felnőttek, és ezek nem állnak a rendelkezésünkre, mivel ez az árnyvilág kialakult. Például ez esetben a kislány mit keresett? Figyelmet, szeretetet, odafigyelést, van egy olyan szó a spirituális pszichológiában, tudják, hogy közelség, ez nagyon fontos, egy kapcsolat, és utána keresett ugye egy szeretetet, egy hovatartozást, tehát nem egy nagyon komplikált valami, és amikor azt mondta anyu, hogy hát nem látod, hogy elfoglalt vagyok, akkor ez mind meg lett tagadva. És ez a kislány, ahelyett, hogy ilyen kis őszinte, kis csacsogó, kis édike lenne, azt mondja, hogy oké, ő stílust vált, és ahhoz, hogy megkapja ezt a figyelmet, szeretetet, megértést, közelséget, ő megtagadta az őszinte gyermeki ártatlan részét, és átment egy olyan részbe, hogy ő lehet, hogy most anyu,
anyának a kis segítőjévé válik. És amikor ez a kis segítővé válik, akkor megkapja azt a figyelmet, megkapja azt a szeretetet, és ez a segítőkész személyiség válik most az ő identitásává. Azt hiszem, hogy ilyet majdnem mindnyáján csináltunk. Hogy ez nem sikerült, ez nem jól sült el, akkor próbálunk úgy a kedvébe járni, vagy anyának, apának, vagy akár másnak is, partnernek, főnöknek, stb., hogy az a kompenzáció válik az identitásunkkal, viszont ez mindenhol megjelenik. És azért csináljuk ezt, egy nagyon érdekes mechanika, vagy egy pszichológia alakul ki, hogy egy olyan életet teremtünk, hogy az embereknek szüksége legyünk rá, szüksége legyen ránk. És azután meg úgy fognak látni, mivel ez lett az új identitásunk, hogy mi a segítők vagyunk, mi leszünk majd azok, akik más rendelkezésére állnak. Viszont ez az önfeláldozó viselkedés, ez akár karrierváltoztatáshoz is vezethet, és a saját valódi szükségleteinket mi elnyomjuk, annak érdekében, hogy kielégítsük ezt a figyelem, szeretetre váltó, és az elismerésre váró, vagy az iránti úgynevezett szégyenletes igényt. És ezeket az identitásokat akkor visszük ugye magunkkal, és az történik, hogy a kezdetben megadják nekünk azt a jó érzést, mert szükség van ránk, mert úgy érezzük, hogy mi része vagyunk a közösségnek, és így tovább, viszont idővel hihetetlenül dühösek és keserűek leszünk, mert úgy érezzük, hogy mi mindenkinek segítünk, akinek szüksége van ránk, az mi ott vagyunk, viszont igazán senki nincs mellettünk. Ezt azt hiszem, hogy ez nagyon könnyű ezt a történetet felismerni, mert mindnyájunkan ez megtörtént. És lesz egy ilyen úgynevezett ez a kötél húzás, ez a belső harc, mert ugye az történik, hogy segíteni is szeretnénk, de elegünk van belőle, és egy ilyen beteljesületlen, keserű és dühös világba élünk. És ez azért nagyon veszélyes, főleg ma, a mai világban, mert az emelkedő embereknek fel kell fedezni az élet célt. És az élet cél mindig arról szól, hogy hogyan tudom magam megosztani, hogyan tudok segíteni. És amikor ez a kötélharc, vagy kötélhúzás, ez a harc bennünk van, hogy szeretnék segíteni, de nem, akkor ilyen önszabotásos mintaként jön fel, és a belső háborúnak ez egy ilyen jelenléte. És ez vezet kiégéshez, ez vezet oda, hogy az ember akarja is, de nem tudja, mintha kőfalakkal lenne körülvéve, és ez az üzleti világban, a karrierben, a kapcsolatokban ez mind megmutatkozik. És akkor egy ilyen záró gondolat, hogy ez a kis segítő, ez egy ilyen kompenzáció, ami egy túlélési mechanizmus, hogyha belegondolunk, természetesen ennek van jó oldala is. És kifejlesztettünk egy olyan személyiséget, ami amúgy kellemes, amúgy tényleg segítőkész, és adott olyan készségeket és olyan tehetségeket, ami lehet, hogy ez a konfliktus nélkül nem fedeztünk volna fel. Tehát ennek ez az árny történetnek megvan a maga úgynevezett ajándéka. És ezekre azért van szükség, mert az evolúciónkhoz szükségesek. Tehát, hogyha minden csak az út egyenes, és ki van, vagy tudod, le van gyönyörűen sima az út, soha nem fogunk semmi bukkanóra lelni, nem fogjuk magunkba megtalálni azokat a blokkokat, meg elakadásokat, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy a törzsfejlődésünk, vagy az evolúciónk az megtörténhessen. És ugye most már felnőttek vagyunk, tehát rengeteg ilyen minta van, több ezer. Ez a típusú kis segítő, segítőkész, másnak a kedvébe járni, ez egy nagyon érdekes valami, mert először egy jó túlélési mechanizmus volt, ami azt hiszem már elég evidens, viszont később minden úgynevezett ilyen áldozati szerep, önfeláldozás, azaz értékünket csökkenti. Tudattalanul, tudat alatt, tehát és minél lejjebb megy az értékünk, ezt persze nem látjuk, ezek mindig ilyen csöndes, ilyen az elmei programok, annál kevésbé fogunk jó dolgokat manifestálni az életben.
És még annyit mondanék, hogy gyorsan, mielőtt a következő kérdés jön, hogy az nem elég csak felismerni ezeket az árnyakat, hanem ismerni kell ezt a precíz pszichológiát, és tudni kell vissza lebontani, visszafelé lebontani, hogy honnan jön, mi volt az eredeti oka, pszichológia, a kompenzáció oka, és akkor tudjuk úgy integrálni ezeket az árnyakat, hogy ne ellenünk szóljon, és ne a saját értékünket csökkentsük, hanem hogy be tudjunk körülni ebbe a centerbe, a központba, és tényleg felül tudjunk kerekedni ennek a belső viadalnak. Igen, nagyon érdekes felismerésem volt itt közben, ugye nekem is voltak már mindenfajta mentoraim az életben, és ahogy erről a kislányról beszéltél, és erről a történetről beszéltél, nekem egy korábbi beszélgetésem jutott eszembe egy mentorommal, amikor arról beszélgettünk, hogy a narcizmus maga is egy spektrum, pont ugyanúgy van egy két szélsőség van, ugye két véglete van, és ugye az ilyen tipik narcizmus személyiségzavar mondjuk az egyik véglet, és a másik véglet, a spektrumnak a másik oldalán van egészen pontosan ez a személyiség típus, vagyis inkább úgy mondom, hogy már ugye ami létrejött ebben a kislányban, amiről te beszéltél, akinek az lesz az alapérzése egész életében, mert folyamatosan szolgálni fog mindenkit. És az lesz ez a tudattalan alapérzése, hogy én megszűnök létezni, hogyha nem szolgálhatok, mert egyszerűen saját magát csak így tudja definiálni, hiszen kislányként, ugye ebben a traumában, ami az édesanyjával létrejött, létrejött ugye az ő árnyék személyisége, ezzel együtt ugye önfeláldozóvá vált szolgálatkészé, mert ugye ez volt az ő túlélése. Mert hogy ő csak akkor lesz elfogadva, és csak akkor lesz szeretve, hogyha ő kiszolgálja az anyjának az igényeit, vagy az ő segítőjévé válik, ahogyan te fogalmaztál. Igen. Tehát akkor ez történik pontosan egy ilyen helyzetben, és így jönnek létre akár ugye a spektrum két szélső részén lévő személyiségformák, vagy nem akarom feltétlenül zavarnak nevezni, de valahol erről van szó tulajdonképpen. Igen, ezt tetszik, amit mondtál, mert ezek nem zavarok, ezek csak abszolút a logikus eredmények. Tehát az elme nyelvezete az az univerzum nyelvezete. Tehát a világot mi úgy irányítjuk, hogy a belső elmén keresztül, és minél több ilyen zagyvaság van, annál keszekuszább a külső manifestáció. Az is történik ennek a kislánynak az esetében még, hogy szolgálja anyukát. És akkor az ego, ugye most beszéljünk egy kicsit akkor izéről az árnyak mesteriről, az egóról, az meg azt mondja, hogy jól csinálod, viszont a kislány nem boldog. Először boldog, mert anya odafigyel. Jaj, de aranyos vagy, tudod, milyen jó, olyan kis édes segítő vagy. Viszont a kislány az igazi identitását elnyomta. Tehát nem önmaga, és egy bizonyos idő után, ha ez integrálatlanul marad, akkor átmegy neheztelésbe. És minden neheztelés az az erőtlenségünknek, egy ilyen erőharcnak a szimbóluma, és amikor mi az erőnket, most az értékünket elkezdjük veszíteni tudat alatt, abból nagyon rossz, hát idézőjelben rossz manifestációk teremtődnek. És egy picit vissza a narcisztikushoz, most már végre ki tudom mondani magyarul, mert... Yes, vagy. Köszönöm. Mert angol van még egy plusz szótag, ez a narcissistic, úgy mondják, és a narcisztikus az az arról szól, hogy ha belegondolsz, a narcisztikus, most nem akarom szétszedni a pszichológiát, de egy narcisztikus ember mit keres? Szeretetet, figyelmet, megértést, odafigyelést, és ez ki nem keresi? Mutass nekem valakit, aki ebbe törés, vagy nem szenvedett törést. És akkor kialakul egy olyan, majdnem egy már ilyen agresszív, vagy passzív-agresszív attitúdunk, ami ebből a kislányból is kialakult volna, ami figyelemfelkeltő, ami dühös, ami haragos. Tehát most akkor fölteszek egy kérdést, ki nem narcisztikus? Mindenkinek van narcisztikus sérülés, én úgy tanultam. Igen. Pontosan, hát ez a lényeg, hogy tudod, én is nagyon sokat próbáltam itt Amerikában, ilyen kócsokat tanítottam, meg terapeutákat, hogy mert maradj távol a narcisztikus, mindenki narcisztikus. Ez egy árnyunk, ez bennünk van, és ez azért van, mert olyan dolgokat keresünk, ami annó nem adatott meg, és egy ilyen kompenzációs, egy ilyen nem teljes világból próbálunk, vagy szemszögből próbáljuk teremteni a mi életünket. Ezt szerettem volna még ide fűzni. Kicsit elterelném a szót most
a pszichológiai vonatkozástól így a spirituális irányba. Okay. Mégpedig, hogy ugye Jungból kiindulva az árnyék személyiség részünk, az mégiscsak a személyiségünknek egy része, csak az árnyékban. De ugye Jung azt is mondja, meg én eddig abban a hitben éltem, hogy amikor meghalunk, tehát vagy ez a benne az inkarnációban földi testünk oda lesz, akkor azzal együtt hal a személyiségünk is. Viszont most már azért sokat beszéltél erről, mert most már kezdtem azt érezni, hogy ettől függetlenül a korábbi inkarnációink árnyék személyiség részeinek is ott van a lenyomata a jelen inkarnációban. Tehát akkor az árnyék személyiségünk a személyiségünkkel együtt nem hal meg, hanem adott esetben megjelenik újabb vagy más inkarnációkban is. Ezt hogy tudom? Természetesen. Bocsánat. Kiadasztó. Oké. Igen, természetesen. Tudod, a jó nagy díjaskodás folyt most már az elmúlt pár évtizedben, hogy nincs inkarnáció, meg nincs tudod, élet, itt meg ott, hát ez tudod, mindenkinek a maga jedelemvilága, de van. Tehát az a lényeg, hogy igen, hozzuk ezeket az árnyakat, az integrálatlan árnyainkat, múlt életekből, előző inkarnációkból is, és Szonya, ezt te is tudod, én is említettem már, és tényleg szeretném nyomatékosítani, hogy minden azért van, minden az evolúciónk miatt van. Tehát minden az evolúciónk miatt van, és hogyha ezeket az árnyékokat felismeretlenül hagyjuk, ők rezegnek, és olyan dolgokat manifestálnak, meg vonzanak be, amiről mi azt hiszik, hogy véletlen, vagy random, vagy tudod, nem kívánatos aspektus az életnek. És amikor ezt az árnyvilágot mi felfedezzük, akkor tudjuk úgy kezelni és gyógyítani, vagy integrálni, hogy megszűnjön ez a karmikus, vagy ez az árnyvilág, és ebbe az a nehézség természetesen, hogy ezeket nem könnyű, meg nem nyilvánvaló felismerni, mert az ego az azt csinálja, hogy ő okol, ő újjal mutogat. Hallottad már ezt tőlem, hogy tudod, a szülőkre kenjük a dolgokat, a tanárokra, a rendszerre, a külső világra, viszont minden a mi teremtésünk az elménken keresztül, és ezek az előző inkarnációból integrálatlanul maradt árnyékok, ezek megjelennek az érzelmi testünkben, megjelennek az asztrál testünkben, és amíg ezeket nem integráljuk, addig nem tudunk emelkedni. Például egy picit az asztrál testről annyit, hogy akinek bármiféle fizikai betegsége van, az az asztrál testben vannak integrálatlan árnyak. És ezeket az árnyakat a Biblia, Jézus úgy írta le, hogy ez az ellenség, aki a saját házunkban él. Az ellenség az bennünk van, és ezek a romboló hiedelmek és a romboló, azaz az integrálatlan dühös árnyaik. És ezért az mindnyájunknak a feladata, hogy tükröt tartsunk egymásnak, hogy ezeket az árnyainkat, meg a rossz hiedelmeinket felfedezzük, és megfigyeljük így a viselkedésünket, hogy mi az, amit mi másokban elítélünk. Amit mi elítélünk másokban, hogy fú, te önző, te kapcsi, te az a mi árnyunk, az a mi integrálatlan árnyunk, és ez nagyon, hát azt mondom most már bátran, tudom, már nem lehet, ahogy említettem, lábujjhegyen járni, hogy ezek az árnyak életveszélyesek. Tényleg nagyon veszélyesek az egészségünkre, nagyon veszélyesek a párkapcsolatokra, a fizikai biztonságunkra, mint ahogy említettem, az árva gyerek, mint egy árnyunk, az baleseteket okoz. Akár komoly közúti balesetekhez is vezet. Szóval igenis, visszük az árnyakat tovább. Nagyon sok olyan van, ami a lélek szinten van, amit a lélek szinten viszünk tovább, például a depresszió, a mai világban egyre több, mikor az emberek így elájulnak, vagy olyan érzés van, hogy össze akar esni, az is egy árny történetnek egy eléggé komplex a eredménye, és amikor ezt tudjuk, akkor rá tudunk hangolódni egy olyan más aspektus vagy metodikára, hogy tudjuk, ezt én mondtam többször, hogy mindenre van megoldás, csak tudni kell a megoldást. Aki követ téged, már biztos látta az árnyékos videódat, ami hogyan befolyásolják a tudatalatti árnyék
sarkaink, az életünket. Azt hiszem, hogy ez a címben nagyon érdekes, ahol így felvezetett szépen, hogy hogyan rétegződnek, vagy hogyan milyen mélységeiben mennek az árnyékok, és hogyan rakódnak egymásra. És akkor a kérdésem lényege az az, hogy amit Jung perszónának hív, vagy maszknak, ugye ez az a személyiség részünk, amit így a szocializáció folyamán így kifelé a külvilág felé mutatunk, meg el is hisszük magunkról, hogy azok vagyunk. Ezeket hívott a fényárnyékoknak, ugye, amit mindig mondott, hogy az önéletrajzban ott kiemeljük, hogy a megbízható, meg a nem tudom, ezeket így összeszeded a videódban szépen, és ez a részünk, tehát a fényárnyékunk az most akkor önáltatás, hazugság, vagy kompenzáció, és bár azt hiszem, hogy kompenzációt fogsz erre mondani, de miért hamis valami, ami kompenzáció? Miért van rá szükség, és akkor ez a részünk, ez nem igaz részünk, tehát ez nem a mi való önmagunk, hanem ez teljes mértékben csak egy szerep, amitől úgy, ahogy van, meg kellene szabadulnunk. Jó, hogy mondtad a maszkokat, meg a szerepeket, mert igazán ez a jellemzőik ezeknek a fényárnyékoknak ugyanazt jelenti amúgy, tehát ezek szinonimák, és itt élt a régi mátrixi ember ezekben a maszkokban, meg szerepekben. Mindennek ugye megvan a maga haszna, elmondom azt is, de ezt, amikor az ember azt mondja, tudod, az önéletrajz, hogy megbízható, kedves, jó fej, tudod, sem, tehát tök tiszta elmélyű dolog, ez egy olyan szintű, lehet, hogy tagadásnak is hívhatjuk, és lehet, hogy önámításnak is hívhatjuk, de igazán, aki nem ismeri az elme mélységét, az nem tudja, hogy ez egy kompenzáció, vagy ez csak egy szerep. Ennek az eredete az volt, mint arra a mi példánkban az a kislány, akire anyjuk azt mondta, hogy nem látod, hogy elfoglalt vagyok. Egy túlélési, egy olyan mechanizmus, egy túlélési mechanizmus, hogy mi bevállaltuk egy szerepet. Ez a szerep nélkül, vagy ha ezek nem lennének, Szonya, akkor nem lenne késztetésünk arra, hogy kitűnjünk, hogy tanuljunk, hogy csináljunk valamit az átlagon felül. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó oldala, vagy aspektus a dolgoknak. Annó, még 2018-ban volt egy mentorom, egy évig a Tony Robbinsnak volt az egyik direktora, és ő minket a követő évig mentorált, Ulit meg én, és ő mondott egy nagyon érdekeset, amit nekem egy úgy picit rágó, hogy úgy meg kellett emésztenem, az volt, hogy a sikered nem tudja felülmúlni az identitásodat. És akkor tudod, akkor mit jelent az identitás, mit jelent a siker, és igazándiból ez azt jelenti, hogy ha mi magunkat úgy hisszük, hogy mi egy jó fiúk vagyunk, vagy jó kislányok vagyunk, vagy mi vagyunk a mérnökök, azon felül mi nem tudunk manifestálni, vagy bevonzani. És mivel ez a felső, ez a zöld réteg, ugye ez az önéletrajz, ez a maszk réteg, ez egy mélyebb ellenpólusnak a kompenzációja, az is belerezeg, tehát azt jelenti, hogy bármennyire azt hiszük, hogy mi jó gyerekek vagyunk, meg jó fejek vagyunk, az, amit mi kompenzálunk, az ugyanúgy rezeg, és előbb-utóbb ez az alsó rész ezt tönkreteszi, és nem tudunk ezen a bizonyos maszkon felül teljesíteni. Ezért van az, hogyha megfigyeled, hogy nagyon sok ember mondja azt, hogy minden jó volt, jól ment, amíg 39 nem lettem volna, vagy 40 nem lett, és akkor egyszer szétesett az élet. És ez azért van, mert a maszk világban éltünk. Nincs ebben semmi rossz, hogy említettem, ezek húznak minket, ezek tolnak minket, ezek inspirálnak minket, viszont az ellenpólusok, tehát az ellenrezgések, ugye lent az árnyvilágban, a sötét árnyvilágban, viszont előbb-utóbb megjelennek és a felszínre törnek. Tehát ezeknek a maszkoknak egy korlátozott élettartamuk van, mikor szétesik az élet, legyen az kapcsolatbeli konfliktus, betegség, valamiféle testi tünet, akkor ez azt jelenti, hogy ezek a maszkok eltűnnek, vagy szétesett, leestek a polcról, és akkor kell lemenni az elmébe mélyre, és megkeresni az igazi okát annak, ami feljött, miért kompenzálunk, és akkor elkezdeni úgy gyógyulni, hogy nem kell szerepeket játszani, hanem
ahogy a spirituális világban mondják, megtalálni önmagunkat azáltal, hogy ezt a több tízezer réteget, amilyen konfliktusos réteget, ezt visszaintegráljuk. És utána megemelkedik a rezgésünk, és a látásmódunk megváltozik. Tehát azt hiszem, hogy ez, amit nagyon nehéz tanítani, már többen kérdeztétek, hogy és ez most arról szól, vagy ezt hogy csináljam? És próbálom én mindig visszavezetni az embert, hogy nem akarok krisztusi tudatosságú válaszokat adni állandóan, mert abban nincs meg az a lépés, amire éppen most annak az illetőnek szüksége van. Tudod? Tehát nem szeretem a túlságosan az elvi, meg a filozófiai síkon futtatni a dolgokat, mert vannak a praktikus, tehát a gyakorlati síkon megoldatlan dolgok, és annélkül nem fogjuk ezt tudni megvalósítani. És ezért van az, hogy ezek az integrálatlan, több tízezer integrálatlan részünk, ezek az árnyrészünk csak fájdalmat és szenvedést okoznak az életünkben, mert hát, tudod, mint ez a kislány esetében is, manipulációhoz vezet, előbb-utóbb hazugsághoz vezet, és van egy olyan, egy spirituális pszichológia, vagy olyan, egy árny, amit úgy hívunk, hogy összehúzódás. Tehát mi összemegyünk, összehúzódunk, és nem fogjuk többet adni magunkat. Csak hogy egy gyakorlati példánál maradjunk. Tegyük fel azt, hogy az én árnyék személyiségemben én türelmetlen vagyok, amit én kompenzálok azzal, hogy rettenetesen türelmesnek igyekszem lenni, és azt is gondolom magamról, hogy az vagyok, és aztán egyszer csak pufjon valami, felborítja ezt az egészet, és én elmegyek hozzád, és te megtanítasz engem árnyékot integrálni, és akkor ügyesen integrálom a türelmetlen részemet, ugye, ami az árnyék részem, és ha én túl vagyok ezen az integráción, akkor onnantól fogva én most akkor türelmes leszek, vagy türelmetlen. Amikor te igazán jól integrálod a türelmetlen részedet, és itt kijavítom a saját szavamat, nem azért, mert hibát követtem el, nagyon fontos, része idet. Nem egy türelmetlen aspektusunk van, hanem nagyon sok. Magát, az árnyat integrálni nem elég. Nagyon sok coach meg terapeuta itt Amerikában jött nekem, nem játszotta az eszét, én nem tudom miért, nagyon érdekes volt, és mondták, hogy én már megcsináltam az árnymunkát. Hát mondom, de jó neked, de egy millió van, és a felét nem tudod, az egyharmadának. Tehát a türelmetlenségnek a pszichológiája az az, emlékszel, az egyik trauma az a veszteség. Mindenkit ért rengeteg veszteség. És az egyik veszteség, hogy mi elveszítettünk úgynevezett lehetőségeket. Ezt azt hiszem, ezzel könnyű azonosulni. Jól mondom? Amikor mi elveszítettünk lehetőségeket, előbb-utóbb jön a kudarcérzés. Hú, már nem akarok több lehetőséget veszíteni, nem akarom, hogy ez történjen meg. Tehát átmegyünk egy ilyen negatív gondolkodásmódba, egy manifestációba, és minél több hibát, idézőjelben hibát követtünk el, meg ilyen kudarcot vallottunk, annál inkább az ego, a testi világ, a fizikai sík azt mondja, hogy figyú, már nem vagy 20 éves, nincs annyi időd, mint egy 20 évesnek, kicsit rá kéne lépni a gázra. Hú, és akkor rálépünk a gázra. Tehát ez a sietés, ez a kifutok az időből, ez a háttérpszichológia, de amögött még vannak rétegek. És amögött a réteg? Mit jelent az? Itt jön a hiedelemvilág. És ha kifutsz az éle vagy az évekből, az mit jelent? És az mihez fog vezetni? És akkor itt leblokkol az ember, és ez ahhoz fog vezetni, és ez az igazi oka a türelmetlenségnek, hogy vannak meg nem bocsájtott hibák, vannak integrálatlan traumák múlt életekből, vagy korábbi veszteségekből, és ez a türelmetlenség, ez az, hogy tudjuk, hogy nekünk van egy életcélunk, tudjuk, hogy van nekünk egy lélekszerződésünk, és ezt próbáljuk most már türelmetlenül, és majdnem, hogy pánikszerűen beteljesíteni, csak nem ismerik a receptet, nem ismerik a hogyanját, és azért az ember csak kompenzál. Tehát, hogyha hozzám jönnél, azt mondanám, hogy oké, meséld el, miket veszítettél el így a múltban, múlt életeket beleszámítva, amikor úgy érzed, hogy az tényleg, azt még nem heverted ki. Volt-e olyan, hogy te úgy érzed, hogy elveszítetted
valamit, a türelmedet, hol veszítetted, veszteség, nagyon fontos a szókincs, veszteség, hol veszítetted a türelmedet, miért, ott, tudod, mi hiányzott, emlékszel erre a nagy technikára, és akkor rájössz, hogy hát hiányzott az isteni kapcsolat, a megértése, a lélekszerződésnek, és itt, és akkor lebontjuk a finomságokra, és amikor azokat integráljuk, a türelmetlen aspektus elmúlik, mert már nem pánikból cselekszünk és gondolkodunk, hanem megértésből. A türelmetlenség igazán egy pánik verzió, vagy verziója pániknak. Értem, tehát akkor a lényeg az, hogy tulajdonképpen a türelmetlenségemet gyógyítanom kell. Úgy fogom tudni integrálni ezt a részt. Hát ugye, ahogy említettem, igen, pontosan, hogy megnézed, hogy kivel szembe vagy türelmetlen. Én is az voltam, tehát nem tudod, most ezért mondom, hogy nekem minden megvolt, tudod, azért tudom ezeket, hogy ott van most már egy atomi általános pszichológiai hátteret, emögött van még egy csomó más része, és van még egy olyan, tudod, az elme világában van a férfi, női, a hím és a nő, a így sávok, vagy hangsávok, hogy türelmetlen vagy-e a nőkkel inkább, mint a férfiakkal. Türelmetlen vagy-e inkább gyerekekkel, mint felnőttekkel. És ennek mind megvan így a maga, hogy mondjam így az iránya. Tehát, hogyha most mondok egy példát, nem tudom, hogy ez te vagy-e, csak valami oknál fogva ez felülről jön, hogyha te türelmetlen vagy gyerekekkel, például mi az, amit tőlük elvársz, amit neked nem adtak meg? És akkor vissza ezekhez a kompenzációkhoz. Ez csak egy ötlet. Lehet, hogy nem passzol rád, de biztos van olyan hallgató vagy néző, aki ez illik. Én is türelmetlen voltam. Én is, tudod, anyukám elvált, szüleim elváltak, és akkor próbáltam anyunak a figyelmét, szeretetét, mindenféle taktikákon, meg manipulatív viselkedési mintákon keresztül megteremteni, és utána egyre csak mérgesebb lettem, mert ő, én meg én voltam, viszont nem kaptam meg, amit akartam. És a türelmetlenségem az ugye abból jött, hogy nem kaptam meg, amit akartam, nem tudtam, hogyan kell megkapni, és már régóta csináltam, idézőben rosszul, de már jól akartam csinálni, viszont úgy éreztem, hogy az egész egy ilyen végeláthatatlan harc. És ezért, ahogy te is látod az árnyvilágot, amikor elkezdjük integrálni, megismervén a nagyon precíz pszichológiát, utána felül tudunk kerekedni ezeken az ilyen, nem mondom azt, hogy egy nem kívánatos aspektusunk, mert néha jó, mert a türelmetlenségnek is megvan a maga jó oldala, mert hajt, meg te is nézd, milyen rátermet vagy, meg hajt, meg visz tovább, de ugyanakkor ki is éget, és kifáraszt, és amikor visszaengedjük az életünkbe, és nem éli a maga független életét, akkor a jó aspektusai megmaradnak, és a fárasztó, kimerítő aspektusai viszont eltűnnek. Azért kérdeztem egyébként, mert pont ez az a dolog, amit nem tudok magamról eldönteni, vagy bizonyos helyzetekben, vagy szituációban nagyon türelmes tudok lenni, gyerekekkel egyébként pont, tehát mindig az jött a visszajelzés, hogy nagyon sok van, de igen, vannak bizonyos típusú felnőttek, akiknél egy pillanat alatt elvesztem a türelmet, vagy bizonyos helyzetekben, tehát hogy azért nem tudtam eldönteni, hogy most akkor én melyik kategóriába soroljam magam, de hát most már azért látom, hogy ez ennél sokkal összetettem. Na, de akkor ugorjunk rólam, igen? Meg egy utolsó mondatot, hogy látom, hogy minden rétegeződött, és például a türelmetlenség lehet, hogy ez, amit mi szemmel látunk, viszont lehet, hogy alatta vannak olyan úgynevezett ítélkezések a másokról szemben, ami az igazi oka, és a türelmetlenség az csak egy olyan viselkedés forma, vagy egy olyan árny reakció, hogy na oké, ez idegesít, menjünk már innen. És akkor meg kell nézni, ki miket ítélünk el emberekben. Mi nem szeretjük az ostoba embereket, nem szeretjük a tudat. Ez meg ez meg ez. Ezek mind, erről van szó, hogy... Igen, én azért mondom, hogy ezek mind integrálatlan árnyaink, mert azért kell felhasználni a bennünk lévő triggereket, a negatív érzelmeket, és bármi, ami feljön, hogy nézzük azt, hogy aha, ez az idézőjelben tükör, ez megmutatta bennem, hogy van egy elutasítás, tehát ez az árny, az ostobaság felében az esetben azt mondom, hogy ez elég könnyű azonosulni, és akkor ezt kell integrálnunk. És akkor lehet, hogy a kompenzációja, ennek tudom, hogy kicsit technikaiak lettünk, de se baj, hogy ennek a kompenzáció a türelmetlenség. Tehát az eredeti ok az meg lehet, hogy az ítélkezéseknek az a listája. Amit nem szeretünk másokban. Bocsáss meg, amit nem szeretünk másokban, amit nem szeretünk magunkban, amit nem szeretünk a világban, azt
eltagadjuk, és ilyen árnyi kategóriába megszégyenítve elrejtjük, és az minket elkezd irritálni. Ezért a detektív része az az, hogy mi az, ami nem tetszik. Tudod, azért mondtam az árny prezentációban is, hogy nem a pozitív ugri-bugri, tudod, ilyen kell keresni, hanem mi az, ami nem tetszik. Nézz szembe azzal, ami nem tetszik, fedezd fel magad, van az elnyomott árnyéd, gyógyíts meg, és utána rezgésbe fölmész, és, egy nagyon és a tested is egészségesé válik, és be tudod vonzani mindazt a dolgot, amiről mi beszélünk az élet a síkon, tehát az élet szintjén. Az utolsó kérdésem már egy kicsit csalapinta lesz. Ugye teljesen egyértelmű most már, hogy ne félj, szerintem fogsz el tudni látni. De teljesen egyértelmű most már is, tök tiszta a számomra is, hogy ugye azért az árnyék részünk is a tudattalamban van. És a tudattalamban ott szépen ügyesen rezeg. És ahogy rezeg, be fog vonzani a külvilágban olyan eseményeket, történeteket, embereket, stb., ami ugye azt fogja nekünk tükrözni, hogy itt nekünk dolgunk van, vagy pont az ellenkezőjét, mint amit hiszünk magunkról. És közben eszembe jutott az, hogy mostanában nagyon sok olyan divatos, spirituális, nem csak mostanában, régen ilyen irányzat van, ami arról szól, hogy próbáljunk meg elszakadni a gondolatok világától, az elme folyamatos kattogásától, működésétől, ami nem képes leállni, és legyünk benne mindig csak a jelen pillanatban, az ittben és a mostban, engedjük el, fújjunk el minden negatív gondolatot, és mindig csak a pozitívra, és csak arra fókuszáljunk, ami abban a pillanatban van. És számomra ez teljes mértékben összeegyeztetetlen azzal, hogyha nekem a tudattalamban rezeg az a sok sötét oldal, meg árnyék, meg minden, amit elutasítottam, és ami nincsen benne a tudatomban, akkor hiába próbálok meg az itt és mostban lenni, vagy a jelenben lenni, vagy elfújni a negatív gondolatokat, ha az valami iszonyú tomboló erővel fog akarni feltörni belőlem a jelen pillanatban is. Igen. Hogyan ez a kettő össze, vagy Szentes Robi hogyan gondolkodik erről, hogy van ezeknek a tanításoknak létjogosultsága, vagy össze lehet hozni a kettőt, vagy lehetetlen? Tehát az a nehéz a földi életben, mint nekünk embereknek, hogy nagyon sok opció van. És ezek az opciók, ezek rendelkezésünkre állnak, viszont nekünk kell választani. Tehát, hogyha valaki, most képzeld el, hogy felveszel egy edzőt, egy személyes edzőt, és azt mondja neked, hogy figyelj, Szonya, egy év múlva kocka hasad lesz, annyit kell csinálni, hogy szard le, ne foglalkozz vele, hetente igyál meg 4 rekesz sört, ne tanulj, ne gyalogolj, semmit ne csinálj, és egy év múlva eszméletlen, te jó tested lesz. Na most, ha te ezt elhiszed, akkor ez a te sarod. Tudod? Tehát a gondolataink teremtik, hogy manifestálják a külvilágot. Ebben rengeteg olyan gondolat van, amiről nem is tudunk. Tehát, hogyha azt mondod, hogy tolod el magadtól a gondolatot, meg legyél a jelenbe, eleve nem tudsz a jelenbe lenni, ami ki nem takarítod az elmét, ami a gondolatoknak a semlegesítését jelenti. Tehát, egy kicsi technikailag, nem leszek túl technikai, csak azért, hogy tudjuk, hogy bármi, amit mi eltolunk, legyen ez egy gondolat. Ó, ez csúnya gondolat, inkább én most pozitív vagyok. Két dolog történik. Az egyik az, hogy megtagadjuk a negatív gondolatot, amit az árny eladásomban úgy írtam, hogy Isten káromlás. Tehát ez nagyon-nagyon utálatos és aljas egótrükk. Bármit mi megtagadunk, az egy egótrükk. Amit mi megtagadunk, azt mi eltoljuk, szeparációt okoz, a szeparációnak megvan a maga pszichológia, ami betegséghez és problémához vezet később az életbe. Tehát kérdésem, hogy megint vissza az embereknek a saját döntéséhez, hogy szerinted melyik a jobb? Hogyha tudod, hogyha tagadsz, meg hárítasz, és bemeséled magadnak a csönámítást, vagy ha tényleg azt mondod, hogy a szőnyeget is felemelem, és kisöpröm alóla, és utána már nem fogok elbukni a saját kukacomat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Az emberiséget amúgy az elmúlt jó pár évben nagyon erősen tesztelik az égiek, és amit tudni kell, hogy emögött, hogy ki a hamis proféta, ki a nem hamis proféta, ki beszél igazat, ki nem beszél igazat, mindezek fölött van egy olyan rend, egy olyan elvárás az emberektől a humán 2.0-as verziótól, hogy ne a másikba próbálj választ keresni, hanem
hanem restaurál, vagy az állítsd vissza a teremtővel való kapcsolatodat, azaz takaríts ki az elmédet, és az isteni vezetésbe kezdjél el bízni, mert amikor az megvan, a tiszta, az elme kitakarítás után már nincsenek ezek a fals polaritások, meg dualitások, meg fals hiedelmek. Tehát ez lenne a cél ennek az egész káosznak, amit az elmúlt pár évben volt, ez, hogy takaríts ki magad, ez azt jelenti, az elme az egy szűrő, azaz a raktárhelyiség. Mintha a papírokat most helyezzük, vagy cseréljük le prizmákra. Jön hátulról a krisztusi fény, és a sok prizma lila, kék, sárga, tudod, mindenféle ízé színre, és nem látjuk az igazi fényt, mert mindent csak az árnyalatokat látjuk, tehát a fél igazságokat, meg a töredezett igazságokat. Én már rég nem élnék, hogyha ilyen dolgokra hallgattam volna. Itt Amerikában nagyon-nagyon divatos ez az a szivárvány színű unicorn coaching, erre ez abszolút, ez nem fog működni tovább. Nem mondom az embereknek, hogy ne higgyenek benne, mert mindenki magáért felelős, csak mondom, hogy mind logikailag, mind technikailag az nem a teljes recept. Mert nem úgy működik a világ, és nem úgy működünk mi, hogy eltagadjuk és söpörjünk dolgokat a szőnyeg alá. Tehát hajrá! Árnyék integráció. Meg hiedelem integráció, tudod, mert igazándiból minden árnyék karakterünk, ez egy bújtatott, nem számunkra ismeretlen hiedelmet játszik le. A hiedelem világunk az a script, az a színpadi, tehát az a, nem tudom, mi ez a script, az a, ami mi szerint folyik az élet. Oké. És akkor az a kis árnykarakterink, amit akár szeretjük őket, akár nem, ők lejátszák. Tudod? Én nem vagyok önző, és akkor tudod, persze a kis önző árnyunk, az meg, tudod, vagy tönkretesz minket anyagilag, vagy elkezd kapzsiskodni, és akkor tudod, az ego meg ezt a bűntudatra felhasználja. Tehát az emberiségnek most, hála Istennek, van egy nagyon jó lehetősége ismét, ezeknek a felismerésére ennélkül, a belső munkanélkül abszolút nincs emelkedés. Nem tudunk magasabb idősíkokra menni, nem tudunk fizikailag meggyógyulni, érzelmileg meggyógyulni, tehát, és ez egy evidensebb lesz most már az embereknek. Robi, annyi kérdésem van még kb. Mint a hány integrálatlan árnyrészem. Úgyhogy... Innen folytassuk tovább, mert hogy még tényleg nagyon-nagyon, még nagyon mélyen bele lehet menni ebben a témába. Én ebben nagyon-nagyon szeretek erről beszélni, mert nekem aztán, tud, én az asztrálsíkról jövök, és ott nagyon otthon vagyok, de ott van olyan kacifántos világ, olyan több tízezeres árnyvilág, hogy azért, mikor például távgyógyítást csinálok, én rögtön oda megyek. Tudod? És szeretném, hogy az asztrálsíkról is mesélni nekünk egyszerűen, jó. Azért nagyon-nagyon. Persze. Hogy ez mit takar. Jó, akkor mára köszönöm szépen. Nagyon én örültem, is. Nagyon élveztem a beszélgetést, és akkor innen folytatjuk. Oké, szervusz. Viszont, szia. Köszönöm.